Jó reggelt! Folytatni fogjuk a tűzifadarabolásunkat. Itt vannak ők is, korán keltek. Kíváncsiak, nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz ma a menü. Szavasztok! Aha, szartok ránk, jó van. Szó szerint mi? Jó van. Na, további szép napot nektek is. Mai epizódra egy kis érdekességet szeretnék nektek megmutatni. Mégpedig, ugye az MT 6500, azaz az Oleomo GS650-esen egy kicsit megnöveljük a láncsebességet. Ezt ugye úgy lehet elérni, hogy cserélhető meghajtó betétek vannak. Egyébként látjátok nekem, itt még lánc szegecselő is van. Itt láncot is kellettem szegecselni hozzá. Alaphelyzetben így néz ki, 3/8 7-es és a 3/8 8-as. Ezek a boltba vásárolható meghajtókerekek. Általában ilyennel szerelik a gépeket. És meg lehet nézni, hogy átmérőbe mekkora különbség van. Tehát így fogjuk növelni a láncsebességet. Ilyen esetben ugye fordítottam ugye az erőhatást, tehát a gépnek az ereje fordította arányosan csökken. Ellenben a láncsebesség megnő. Úgyhogy kicsit megturbózzuk most a vágás, lehet, hogy túl gyors is lesz. Úgyhogy majd lehet visszacseréljük, de meg szeretném mutatni, hogy így nézett ki a tegnapi lánc. Ezzel még lehetne dolgozni, hogyha úgy van, akkor visszatesszük, mert ez egy teljesen vadonatúj lánc. Ami érdekesség még, ugye most már kettő epizód be lett mutatva ebből a favágásból. Ugye a harmadik le van forgatva, ez a negyedik epizód. Már fórumokon kaptam különböző kérdéseket, meg a film alá is kérdéseket. Például, hogy miért nem használunk ehhez a tűzifa daraboláshoz körfűrészt. Nagyjából meg szeretném mutatni, hogy a legközelebbi épület, ami nem ide tartozik, az is ott van. Tehát, hogy ide. Vagy jó magyar szokás szerint a villanypoznáról kéne lehúzni a vezetéket, vagy pedig szomszédtól, a sokadik szomszédtól, nagyon hosszabbítón, mert hogy itt nincsen konnektor, itt körfűrész nem fog játszani. A másik meg az, hogy nekem nincs is körfűrészem, kezdjük ott, úgyhogy én azért nem fogok venni, hogy valakinek a tűzifáját földarabolhassam, ellenben vannak láncfűrészeink, és van egy viszonylag hatékony dolog, tehát mindenképp kézbe kell fogni, tehát mindenképp át kell forgatni az összeset, hogy hol van benne a szeg, és mindenképp össze kell vágni, úgyhogy akkor teljesen gyakorlatilag láncfűrészem, vagy körfűrészem, vagy billenőfűrészem, vagy lézersugárral vágja az ember. Ez mindenképpen egy ilyen megerőltető munka a gépek számára, meg a lánc, inkább a láncok számára, bocsánat, mert lánc sínyli meg jobban. Amit még érdemes megemlíteni ezzel a munkával kapcsolatosan, hogy azt gondolom, hogy egész jó ütemben haladunk. Ha minden igaz, akkor ezen a napon a 60 köbméter szennyezett fának hívják ezt, vagy pedig vasalt fának hívják ezt felénk. Ugye ezzel a 60 köbméterrel, az első 60 köbméterrel, úgyhogy folytatjuk dolgokat. Ja, meg valaki kérdezte, hogy megnézhetnénk a légszűrőt is. Ezen a gépen fogjuk megnézni majd, mert ez a gép végzi a munkát most már 90%-ba. Ennek a légszűrését fogjuk megvizsgálni, és akkor meglátjátok, hogy viselkedik. Na jó, majd mindjárt dolgozunk egy kicsit. Yeah.
Szóval, ha már van mód fűrészelgetni és próbálgatni fűrészeket, mert itt azért van köbméter, ugye, akkor kéne hagyjuk a sorból az Oleoma GSH400-ast, ugye az új belépő modellt, és azon belül is az én általam használt tesztgépet. Ez egy prototípus. 16,2 üzemóra van benn, az nem túl sok, de bőven elegendő már a bejáratáshoz. Úgyhogy meg fogjuk nézni. Hát ugye ez a legolcsóbb és majdnem a legkisebb teljesítményű gépe jelenleg az Oleomaknak. Ugye ez egy picit nyersebb, picit elnagyoltabb, mint a nagyobb tesói, de viszont egy megfizethető áron kap a vásárló egy megbízható és egy relatív normális gépet. Tehát tényleg ez a piacokon és az ilyen nagy áruházakban kapott gépektől mindenképpen én ezt személy szerint, vagy elfogultságból, vagy őszintén, ha a nézők elhiszik, akkor így mondom, hogy őszintén, én azt mondom, hogy ez mindenképpen annál egy minőségibb gép. Na, nézzük is meg gyakorlatban, hogy hidegindítása a gépnek. Primer pumpa megpumpál, amit föl nem keményedik, szivató, látfék, és indít. Pöffen, szivató vissza. Bemelegítés. Nem egy erő bajnok, de azért lehet látni, egyébként pattog is, tehát azért ez megterheli ezt a kis tököst, de azért lehet látni, hogy ezt a kemény és a gép méretéhez képest vastag, száraz, üveges akácot is képes elvágni, eldolgozni vele, de én azért nem ezzel fingatnám ki ezt a szerencsétlen gépet. Na jó, folytatjuk tovább a nagy géppel. Hát azért raktuk rá a nagyobb vágószettet az MT6500-ra, hogy kicsit szaporában dolgozhassunk vele. Na majd mindjárt megnézzük a különbséget, jó? Akkor nézzük meg a nagyot. Jó, jó is!
Na szóval. Úgy van, hogy nem befejeztük mára, hanem abba hagytuk. Mert most már más dolga is akad az ember fiának. Úgyhogy holnap egy lájtos befejezés lesz még, ami azt jelenti, hogy holnapra egy ennyi maradt. Hát ma még ezzel még egy-két órát eljátszanánk, úgyhogy ezt most nem fogjuk megtenni. Más teendőink is vannak. Azt szeretük volna, hogyha ez máma meg lett volna, de nem úgy alakult. Kis beszámoló mai nap folyamán. Hála Istennek, túl sok szeget nem kaptunk, de azért egyszer-kétszer sikerült belevágni szegbe. Viszont, ami megérdemes említeni, az az, hogy minden tankolásnál meg lett tolva egyszer az éle, karbantartó élezésként, valamint mélységhatárolót is már egyszer meg kellett tolni. Az Oleoma GS650-es piros áruhába, azaz FQMT 6500 néven baromi jól végezte a dolgát. Én magam is úgy ítélem meg, hogy le a kalappal előtte. Nézzünk meg, már ma egész nap nem pucoltam ki a légszűrőt, nézzük meg egy légszűrőt, hogy mit mutat. Így néz ki. Ugye nem ilyen lepatintós, meg nem ilyen egyszerűen nyitható a légszűrő része, hanem egy kézzel eleve nehezen végrehajtható, de megpróbálom. És megpróbálom megmutatni azt, hogy mindenféle manipuláció nélkül, hogy néz ki a karburátor torok. Mert ugye a láncfűrészek légszűrőjénél nem az a lényeg, hogy a légszűrő mennyire dzsuvás, vagy a légszűrő tér mennyire mocskos, hanem ez a lényeg itt. Hogy ide be jutott-e valami kosz. Vagy sem. Megpróbálom, hogy oda zoomoljon a kamera. Patyolat tiszta. Karburátor, torka, patyolat tiszta. Légszűrő, az így néz ki. Tehát a légszűrési térbe, ide a karburátor térbe se jut túl sok fűrészpor. Pedig aztán elmondható, hogy nagyon öreg, nagyon száraz, nagyon üveges akáccal dolgozunk. Mondjuk az tény, hogy minden tankolásnak ugye élezve van, tehát így nem, azt nem mondhatjuk, hogy életlen a lánc, úgyhogy nem porzik feleslegesen, hanem annyi a por, amennyi természetes módon jár vele. Én azt mondom, meg én ezt mindenféle részrehajlás nélkül, úgyhogy a Oleoma gépeket mi állandóan bemutatjuk és használjuk. Részrehajlás nélkül mondhatom azért, hogy az Oleoma gépeinek a légszűrése kiemelkedően jó. Tehát szerintem ez is egy bizonyítéka annak, hogy itt ezek lehet, hogy komplikáltabb leszedni a légszűrőjét, mint mondjuk egy Husqvarnának lepatintani kézzel, de én azt megmerem kockáztatni, hogy légszűrésével nincs probléma. Na jó, egy kis érdekességet szeretnék még kifejteni, ha már itt vagyunk. És egy kicsit csend van, és nyugalom, még a bárányok is hallgatnak, hogy sokszor a fórumokon megy az eszmecsere, hogy melyik gép számít profinak, melyik számít hobbinak, melyik számít ennek, annak, amannak. Ez baromi egyszerű az egész besorolás. Ugye ez nem egy olyan egyértelmű halmazokból áll, hogy most ami fémházas, akkor az profi, meg ilyenek, mert ugye most, ha megnézzük a piacos gépeket, azok mind fémházasok, mert azok ugye komacuklónak. Ez úgy van, hogy a gyártó az kialakít egy csoportot, a gépcsoportot, amit professzionális felhasználásra alkalmasnak nevez. Professzionális felhasználás a láncfűrészek esetében, ugye, hogyha most sportolókról beszélnék, a profi sportoló az a sportoló, aki pénzt keres a sportból. Tehát mondjuk egy profi boxoló, az pénzt keres minden meccsével. Ugye az amatőr versenyzők ugye nem pénzt keresnek, hanem
olimpiára készülnek, és a többi, és a többi. Most a professzionális gép az azt jelenti, hogy megélhetési munkát tudsz vele végezni. Tehát hogyha ezt a gépet, ez egy professzionális gép. Ezzel a géppel a teljes munkaidő időtartama alatt nyüglődés és erőködés nélkül tudsz úgy dolgozni, hogy a gépet nem terheled túl, mert ez úgy van tervezve. Tehát ez professzionális felhasználásra van tervezve, nem tudod túlterhelni a professzionális munkavégzés során. Valamint a legfontosabb dolog, hogy eleve úgy tervezték, olyan minőségű anyagokkal, meg olyan összeszerelési technológiával szerelték össze a gépeket, hogy az élettartamuk, a tervezett üzemóra az lényegesen magasabb, mint egy hobbi gépnél. A hobbi gép az arra van kitalálva, hogy otthon te, amikor el akarsz valamit vágni, beindítod, vágsz vele 1-2 órát, és akkor elteszed. Idén még kétszer előveszed. Tehát az egy pár üzemórát dolgozik egy évben egy hobbi gép. Félprofesszionális gépek már egy kicsit intenzívebb felhasználásra vannak tervezve, de még azok se professzionális megnevezésűek. Tehát a professzionális az mindenképpen egy robosztusabb, strapabíróbb gép, de most nem ez se teljesítményfüggő, tehát azt se lehet mondani, hogy a professzionális gépek mind erősek, mert a kis gajazó fűrészek, meg a felső markolatosok, azok nem erőtől duzzadó gépek, hanem a kialakításuk és a felépítésük alkalmassá teszi a huzamosabb terhelésre, huzamosabb munkavégzésre. Ugye aki otthon vágja a tűzifáját kisebb méretekbe, annak fogalma nincs arról, hogy milyen az, amikor órákon keresztül terhelsz egy gépet, tehát az nem akar elolvadni, nem akar szétpattogni, nem akar szétesni, meg az teszi a dolgát, nem fullad le, és egy folyamatos több órás intenzív nyektetés után sem adja be a kulcsot. És ez napi szinten. Tehát egy erdészeti fakitermelésnél egy gép az minden nap több üzemórát dolgozik. Minden egyes munkanap. Na jó, tehát a hobbi gépek azért, mert mit tudom én milyen márkája van, tehát most valaki azt gondolja, hogy most a hobbi gép az márkás, akkor azzal lehet menni az erdőre. Persze lehet menni, csak az nem arra való, hanem arra való, hogy otthon a ház körül dolgozgasson vele az ember. Profi géppel fát lehet kitermelni az erdészetenél. Na, ez bírja a gyűrűlést egyébként, tehát az én szememben dicséretre méltó. Na jó, még folytatjuk, lehet, hogy egy kicsit holnapi nap megcifrázok a dolgot, lehet, hogy hozzak egy másik gépet, és hogy ne csak ő menjen, de amúgy az tudomásul kell lenni, hogy ennek a nagy mennyiségű fának a java részét ez a gép. Tehát én megmerem kockáztatni a 80%-át ez a gép vágta össze, ez a gép. Ugye a GS650-es oleomakkal megegyező FK gép, annyi a különbség, hogy piros, meg más a neve, FK MT 6500.